Köszöntöm nézőinket, március 27-i hírösszefoglalónkat látják, jó estét kívánok! Csütörtökön 13 óráig 24-re emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak a száma Romániában. Mindegyik elhunyt több másfajta betegségben is szenvedett, közli az Országos Stratégiai Kommunikációs Csoport. A betegséggel fertőzöttek száma már elérte az 1292-t, a meggyógyultaké pedig a 115-öt. Értesüléseink szerint igazolt koronavírusos megbetegedés továbbra sincs a megyében és Gyergyószentmiklóson. Közel 650 ezer lejt hagytak jóvá a Hargita megyei egészségügyi intézményeknek a megyei tanács legutóbbi testületi ülésén. Székelyudvarhely 300 ezer, Székelykeresztúr 100 ezer és Gyergyószentmiklós közel 250 ezer lejt kap. A kórházaknak a támogatást a legszükségesebb felszerelésekre, eszközökre kell fordítaniuk, amelyek feltétlenül szükségesek a járvány megfékezése, illetve a betegek kezelése szempontjából. Elvégezték az első koronavírus teszteket a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórháznál. A tesztelési eljárás jelenleg érvényesítés alatt van. Ha ez a folyamat kedvezően zárul, helyben elvégezhetik a tesztelést azoknak, akiket koronavírus fertőzés gyanújával utaltak be a Csíkszeredai kórházba. Március 26-án elvégezték az első koronavírus teszteket a Hargita megye tanácsa által működtetett Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban, azt követően, hogy az intézménynél elkezdte működését a molekuláris biológia laboratórium. A kórház bérli a vizsgálathoz szükséges gépet. A vizsgálatot a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem munkatársai végzik. A teszteket a kórház vásárolta meg. Az első vizsgálatokat azoknak készítették, akiket koronavírus fertőzés gyanújával utaltak be a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház fertőző betegségeket kezelő osztályára. Jelen pillanatban a teszteknek a validálása zajlik, mielőtt a tesztek eredményeit közöljük a minisztériummal, azelőtt még egyelőre egy másik laboratóriummal is le kell ellenőriztessük ezeket a teszteket. Ahogy sok más minden ebben a kórházban, ennek a laboratóriumnak a létrejötte is a jól bejáratott együttműködés eredménye. Sapientia, megyei tanács, kórház. Az intézmények közötti együttműködés fontosságát Hargita megye tanácsának elnöke Borboly Csaba is méltatta, Bíró Barna Botond alelnökkel közös délutáni videó bejelentkezésében. Borboly Csaba ugyanakkor felhívással fordult a lakosság felé a tesztek beszerzése kapcsán. Nem kell várni azután a tünet gyanús esetekben akár 7 napot vagy 10 napot is, valaki a karanténban vagy akár a kórházban, tehát akár a vesztegzárban, akár a kórházban aggódva gondol arra, hogy vajon vele mi is van, vajon elkapta, vagy nem kapta. Ebben az esetben, itt most helyben az a jó néhány tesztünk, ami még hátra van, azokat el tudjuk végezni. Felhívásra is fordulnék egyúttal önökhöz. Ezeknek a teszteknek a beszerzése külföldről történik, egy nehéz procedúra. Bárki, akinek van ismerőse, más kórházak, más országból lévő orvosi kapcsolatokon keresztül szívesen fogadjuk. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház molekuláris biológia laboratóriumában először napi 40 tesztet lehet elvégezni. A tesztelési eljárás jelenleg érvényesítés alatt van. Ha ez a folyamat megfelelőképpen zárul, beindulhat a tesztelés azok számára, akiknél felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, és akiket ezért utalnak be a Csíkszeredai kórházba. A lakhelyi elkülönítésre, a kijárási tilalomra és a 65 évnél idősebbekre vonatkozó katonai rendeletbe foglalt előírásokat is megszegték szerdán, illetve csütörtökön délelőtt Hargita megye több településén. Egyetlen nap alatt több 10 szabályszegőt bírságoltak meg a hatóságok 33 ezer lejes összértékben. Gyergyószentmiklóson az egyéni és családi vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, illetve mezőgazdaságból élők lakhely elhagyásának az igazolására vonatkozó rendelkezés elleni vétség miatt bírságolt a csendőrség két alkalommal 2000 lejösszértékben. Ugyancsak városunkban a járőröző csendőrök két lakhelyi elkülönítés alatt álló személyt, egy férfit és egy nőt bírságoltak meg egyenként 5000 lejre. A csendőrség munkatársai felvették a kapcsolatot a megyei népegészségügyi igazgatósággal, és kiderült, hogy a férfi és a nő is engedélyt kapott arra, hogy orvoshoz menjen, csak hogy ők boltban is jártak, ráadásul a lakhelyükhöz és az orvosi rendelőhöz képest a településnek egy egészen más részében voltak, és saját felelősségre írt nyilatkozat sem volt náluk, ezért kapták a pénzbírságot, derül ki a közleményből.
A Hargita megyei prefektusi hivatal továbbra is nyomatékosan felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy tartsák be a hatóságok javaslatait és maradjanak otthon. Március 11-én függesztették fel a tanítást valamennyi romániai tanintézményben, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését. Azóta igyekeznek a pedagógusok a szülők segítségével a leghatékonyabban végezni az online oktatást. A Csíkszeredai Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatóit a Classroom és a Meet alkalmazások segítségével oktatják múlt héttől a tanárok. Dr. György Otilia, az elméleti közgazdasági tárgyak oktatója beszélt híradónknak az eddigi tapasztalatokról. A tapasztalatok sokfélék, viszont vannak előnyei, hátrányai ennek az oktatásnak. Az egyik hátránya tanár oldaláról nézve az, hogy sokkal, de sokkal többet kell beszélni, nem látod az embereknek a szemét, nem jön vissza ugye feedback, a kontaktus, a jelentkezés, nem látod azt, hogy ki az, aki nem érti a tananyagot, tehát vannak ilyen nehézségei. Könnyebb talán az, hogyha meg tudod oldani, hogy elszigeteled magad mondjuk egy szobába, akkor jobban tudsz fókuszálni arra a tananyagra, amit leszeretnél adni. Viszont mondom, ott van mellette, hogy szerintem fárasztóbb. Diák oldalról szerintem ez sokkal jobban működik, a diákok részéről könnyebb, én ezt látom a múlt heti tapasztalatokból. Elég sokan rácsatlakoznak, és nagyobb volt a jelenlét ebben az esetben az online oktatásban. Azt látjuk, hogy a múlt héten nagyobb volt az órákon való jelenlét, mint amikor fizikálisan részt kellett venni. Ez valószínűleg azért történt meg, mert nem kell a diák felkeljen, felöltözön, elmenjen, stb., hanem otthonról is ugye becsatlakozik a reggel 8 órakor kezdődő órára, kényelmesen meghallgatja, és igazából ez neki sokkal kézenfekvőbb, mint az, hogy elmenjen órára, tanterembe felkészüljen, időben felkeljen, stb. Ezeknek az előzményeit. Úgyhogy a jelenlét az szerintem diákok szempontjából nagyon jó volt, minden kolléga elégedett, tehát elég sokan pozitív visszajelzéseket mondtak erre vonatkozóan, hogy a diákok milyen nyitottak erre, meg megszólalnak, meg jelentkeznek, úgymond a jelentkezés úgy történik, hogy bekapcsolja a mikrofonját, hogyha a tanár szólítja az illető diákot, és akkor elmondja a tananyaggal kapcsolatos részt. Gyorsan is tudtak alkalmazkodni ehhez a változáshoz. A tanár részről pedig persze egy kicsit megfeszítőbb ez, vagy megterhelőbb ez a munka, de igyekszik szerintem mindenki, hogy ennek megfelelően és mi is tudjunk alkalmazkodni. És ami még fontos, hogy az órarend szerint tartjuk az órákat, tehát minden maradt a régiben, minden óra akkor van megtartva, amikor órarend szerint a fél év elején kezdtünk. Az intézményesített oktatás egyelőre a tavaszi szünidő végéig van felfüggesztve, de a járványügyi helyzet függvényében ez még meghosszabbítható. Monika Anisie oktatási miniszter hétfőn úgy nyilatkozott, hogy ezen a héten közli a minisztérium, hogy milyen forgatókönyvet dolgoz ki az érettségi, a kísérettségi és az államvizsga megtartására vonatkozóan, ha úgy alakul, hogy hosszasan elhúzódik a járványügyi intézkedések miatt kialakult sürgősségi állapot. Csökkenteni az USZERE a törvényhozók juttatását. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot Tudor Bengák képviselő nyújtotta be tegnap a Mentsétek meg Romániát Szövetség nevében. Ezerint a juttatások csökkentését a szükségállapot idejére és az azt követő 6 hónapos időszakra alkalmazná. A parlamenti képviselők és szenátorok juttatásának 25%-át a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak az enyhítésére használnák fel a kezdeményezők szerint. Az USZERE szerint a szociáldemokrata párt nyilatkozatát, miszerint a PESZEDE minden törvényhozója a járvány elleni küzdelemre fogja adományozni illetményének 50%-át, nem lehet leellenőrizni. Szerinte törvénybe kell foglalni mindazokat a lépéseket, amelyek a járvány leküzdését és a gazdaság helyreállítását szolgálják. Egytől 9 hónapig terjedő időszakra felfüggeszthető a banki hitelek törlesztése a szerdán elfogadott rendelet értelmében. Ezt azok igényelhetik, akiket közvetlenül vagy közvetve érinti a koronavírus járvány, ami a pénzügyminiszter szerint a lakosság nagy részére vonatkozik. Florin Kücsú pénzügyminiszter elmondta, hogy a hiteltörlesztés felfüggesztését a szükségállapot végéig kérvényezhetik a bankoktól az ügyfelek. A kéréseket csak akkor lehet majd benyújtani, ha a kormány elfogadja a moratóriumról szóló rendelet alkalmazási szabályait is, ami jövő héten várható.
koronavírus fertőzés megelőzésének legjobb módja az, hogyha kerüljük a beteg potenciálisan fertőzött személyekkel való találkozást. Lehetőleg maradjunk otthonainkban, csak akkor menjünk ki az utcára, amikor feltétlenül szükséges, és ilyenkor is bizonyos szabályokat tartsunk be. Kerüljük a társadalmi érintkezést, vigyázzunk, hogy olyankor menjünk ki, amikor a tömeget is alkalmunk van elkerülni. Ajánlatos 1-1,5 méteres távolságot tartani az idegenektől. Különös gondot fordítsunk az időseinkre. Óvjuk őket attól, hogy a házból ki kelljen jöjjenek. Vásároljunk be nekik, irassuk ki gyógyszereiket, beteg gyereket ne bízzunk a nagyszülőkre, ne küldjük orvoshoz a beteg gyereket a nagyszülővel. Hogyha betegek vagyunk, minden esetben tegyünk maszkot, ezzel elkerüljük azt, hogy másokat is megfertőzzünk. Kerüljük a tömegközlekedési eszközöket lehetőség szerint. Mikor hazatérünk otthonainkba, akkor különös gondot fordítsunk a kézmosásra és a kézfertőtlenítésre. Ajánlatos, hogyha mindig nálunk van egy kis kézfertőtlenítő. Arra az esetre, amikor pénzzel járunk, bevásárlókosárhoz érünk, kilincset fogunk meg. Az alapos kézmosás minden esetben szappannal, meleg vízzel történik. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor fertőtlenítőszerrel, különös gondot fordítva úgy a tenyerünkre, mint a kéz hátra, az ujjak közére és a körmökre is. Legalább 30-40 másodpercet tartson egy kézmosás. Ahogy hazaérünk, ez legyen az első dolgunk. De kezet mosunk, mielőtt élelmiszerhez érünk, az illemhely használata előtt és után is. Ha betegek vagyunk, családorvosunkat telefonon értesítsük, és vele megbeszélhetjük, hogy mikor és hogy találkozhatunk a rendelőben. A 112-es hívószámot csak sürgős, életet veszélyeztető esetben hívjuk. Azoknak a betegeknek, akik a kórház vagy poliklinikára kell menniük, azokat arra kérjük, hogy legyenek türelemmel, vessék alá magukat a szűrővizsgálatoknak, hiszen ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a betegséget ne terjesszük tovább. Ez volt a hírösszefoglaló március 27-én. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszontlátásra!